Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a következő kis videófilmben. Vera Bovorukaba, kozmetikus, Oroszországban élő kozmetikus, tart egy kis bemutatót a 30 perces arcfeszesítő rendszerről. Ez az NHT Global Skill Dargens nevezetű készítménye, amely tulajdonképpen egy plasztikai sebésznek a találmánya, amelyik nem hagyományos módon, tehát nem a bőr, nem tulajdonképpen a bőr pólusait feltölti, hanem tulajdonképpen az arc izmot úgymond egyfajta tornáztatásra kényszerítve feszesíti ki az arcbőrt ezáltal. A használat olyan egyszerű, bár javasolt kozmetikus vagy szakembernek a segítsége az első alkalommal, néhány dologra kell odafigyelni, ami gyakorlatilag a hatékonyságában fog jelenteni változás, hogyha valaki nem tartja be ezeket a dolgokat. Nagyon fontos, hogy ugye három krémből álló készlet, az első az arc tisztításához szükséges krémet tartalmazza, alaposan tisztítsuk meg az arcbőrt, nedves kendővel, és igazából nem másképpen, mint egy hagyományos arctisztító krémnek a használata, mert láthatjuk az első krém, ugye az arctisztításához szükséges krémet tartalmazza, ezt alaposan dörzsöljük be, vagy masszírozzuk be a bőr, illetve a kívánt, az arcbőre, illetve a kívánt testfelületre. Nem csak az arcbőrön, vagy a nyak, vagy dekoltáns részen használható a krém, mivel tulajdonképpen a felületnek, tehát a bőrfelületnek bármelyik részén, ahol izomszövet is található, gyakorlatilag ugyanazt a hatást tudja elérni, ezért például a hölgyeknél a hastájék szülés után, vagy comb, vagy cellulitis részeknél is ez a módszer nem nagyon hatékonyan alkalmazható. Alaposan dörzsöljük ugye be az arcbőrbe ugye ezt a krémet, majd ugye szépen azt megtettük, akkor majd mossuk le az arcról, az arcról ezt a krémet. Kicsikét fölgyorsítom itt az eseményeket, hogy ne húzzam időt. Igazából alaposan, ha bedolgoztuk az arcbőrbe ugye ezt a krémet, akkor tulajdonképpen a következő krémet használva, ami tulajdonképpen egy arcmaszk, tenyerünkbe, hogyha helyezünk ebből egy keveset, és azt egy kicsit langyos vízzel a langyos bőrfelületre egyenletesen fölvisszük, ügyelve arra, hogy a szem környékét ugye kihagyjuk, ugyanis igen erősen össze fogja húzni az arcbőrt, ezért ugye a szem környékét hagyjuk ki, hogy ne húzza annyira össze ezt a bőrfelületet. Egyenletesen dolgozzuk be a bőrbe, igazából alulról fölfele és bentről kifele dolgozzunk. Dolgozzuk fel ugye ezt a krémet ugye a bőrfelületre. Egyenletesen próbáljuk fölvinni egyelő vékony rétegben, amire oda kell figyelni, hogy a páciensnek az arcizma az nyugodt legyen, tehát ne mozgassa a száját közben, hogy ne beszéljünk, hogy ne beszéljünk, olyan ne beszéltessük, ne engedjük, hogy az arcizma az úgymond mozogjon, vagy a száj, ugyanis ezzel a maszknak a hatását gyakorlatilag megszüntetjük, ugyanis ez egy egységet képezve az arcon, hogyha az arcizmot mozgatjuk,
megtörik az arcmaszk, és ezáltal a maszk megtörésénél tulajdonképpen nem fogja a hatást kifejteni, vagy magyarul azon a részen nem fog, úgymond arctornászodása bekövetkezni. Figyeljünk szép óvatosan a szem környékét, kenjük be vékonyan, ugye, hogy a szembe ne kerüljön a készítmény, ha esetleg ez mégis bekövetkezne, akkor langyos vízzel azt mossuk ki. Igazából arcbőrtől függetlenül használható a krém, tehát mindegy, hogy valaki száraz, zsíros vagy kombinált arcbőrrel rendelkezik. Itt az esetben ugye nem véletlen, hogy az arcnak csak ugye az egyik oldala van kezelve, de a végén egy kisebb fajta összehasonlítást lehessen ugye megmutatni pont azért, hogy a krém hatása jól látható legyen, bár ugye fölhívom a figyelmet, hogy egy ilyen készlet, ugye a 60 alkalmi kezelésnek a tartalma, ami körülbelül két havi, két hónapi rendszeres arctornászatás mennyiségét tartalmazza. Két naponta kell ezt a krémet alkalmazni, azért, mert nem az arcbőrt feltölti, hanem az és a pórusokat feltölti különböző anyagokkal, vagy hidratálja, hanem gyakorlatilag az arc tornáztatásának következménye az eredmény. Ezért, mint aki ugye konditerembe jár, vagy edzeni jár, azoknak sem javasolt ugye a naponta úgymond az edzőtermi tevékenység, mert ugye az izmoknak igazából valamilyen szintű regenerálódásra is szükség van, tehát ezért a nagyobb eredmény eléréséért felesleges úgymond naponta alkalmazni, sőt, nem is célszerű, mert nem lehet azzal nagyobb eredményt elérni. 30 perces arcfeszesítőnek hívják ugye ezt a készítményt, pont azért, mert amit látszik, ugye itt az arcon, ugye az arcbőrnél igen szépen összehúzza ugye az arcbőrt, amit láthatjuk itt az arcon, tökéletesen látszik, hogy mennyire összehúzta ugye az arcbőrt, és igazából egy fajta falat képez ezáltal az arc izomnak, és igen, csak megdolgoztatja. Tökéletesen látszik az arcnak, ugye ez a felülete van kezelve, eddig a pontig. Megvárjuk ugye azt a 20 percet, most nem fogjuk ugye kivárni, mert a videófilm azért ettől rövidebb lesz. Hogyha ugye letelt ugye a 20 perc, akkor ugye a kezelés követően az arcmaszkot nem más arcmaszkhoz hasonlóan lehúzzuk, mert tulajdonképpen egy 40-es szivacsal, vagy arc szivacsal, vagy a simán csak langyos vízzel egyszerűen lemossuk az arc bőrről, letöröljük ezt a krémet tulajdonképpen. Kicsit megpróbálom egy fölgyorsítani az eseményeket, látható, hogy most már egy szárazra lett szedve ugye ez az arcmaszk. Egy kis hidratáló krémet ugye fölhelyez a kezelés után, hogy úgymond kicsit megnyugtassa ezt a kezelt arcfelületet, ugyanis hát ilyen komoly arcizom tornának volt kitéve ebben a 20-30 perces időtartományban. Meg kell kicsikét még felgyorsítani ezt az eseményt, hogy még jobban látható legyen. Szépen bedolgozza ugye az arcbőrbe. Itt most megmutatja ugye az arcnak ugye a kezelt arcfelületét, megpróbálja közel hozni a kamerával. Látható ugye itt a szem vonalánál, ugye ez a rész ugye itt gyakorlatilag eltűntek ezek a mély ráncok, gyakorlatilag kihúzottak. Ugye itt látszik ugye ez a vonal, ugye a másik archoz képest, hogy mennyire változott. Nyilván az egy kezelés nem fog hozni egy borzasztó nagy átütő változást, de azért látható ugye a két kezelt, illetve kezeletlen arc felület, hogy hogyan változott ebben a 20-30-es kezelés alatt. Ugyanígy szintén a nyak és a dekoltáns résznél itt jól látható ugye ezek a kis vonalaknak az eltűnése. Ez egy kezelésnek az eredménye, felhívom a figyelmet, hogy ugye ez két napontai kezelésnek a két napontai kezeléssel lehet várni egy igen tehát igen látványos változást. Aki esetleg látta többi videóimat, egy nagyon kedves magyarországi első hölgynek a személyében
68 évesen, egy hét alkalmas kezelés után tökéletesen látszik, hogy milyen vágtáson ment keresztül. További információért kérem, kevessen engem, vagy viszonteladókat, most már egyre többen vannak, hogy az interneten ennek a Skilled Urgence vagy Skilled Urgence-nak a szónak a beírásával, vagy arckezelő rendszernek a beírásával rá tudnak találni, hogy esetlegesen kiérjék tőlem viszonteladóknak az elérhetőségét, vagy akár tőlem is tudnak terméket rendelni, vagy a webáruházból is, amelyik szimpatikusabb, 30 napos pénz visszafizetési garancia van 100%-ban a termékekre, magyarul a termékekre garanciát vállal a cég. Köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk, vagy kérem hívjanak a 20 92 89 226-os telefonon, vagy hívjanak az nhtglobal.eu.info@gmail.com-ra, de ezeket meg fogom adni majd.